csendet káoszban fogal, újjá szült rendet, játékot, harcot, s a végén békét tó mélyén alvó, tündérek képét, lelkek sebére, ó, fehér tépés, tenni az Isten felé. Ezzel a névvel már találkozhattatok, mert Trianon után, amikor teljesen szét volt estve az ország, és káoszban volt, és egyáltalán megmaradása volt kétséges, azok a hatalmak, akik meghozták ezt a döntést, úgy gondolták, hogy 5 éven belül megszűnik Magyarország, mint állam. Szétesik. És akkor is a káoszban újjászületett a rend. Elkezdtek, tehát ez egy akkora pofon volt az országnak, a magyar nemzetnek, ami egyszerűen felébresztette az immunrendszerét. Tehát ha egy békát beledobsz a forró vízbe, az kiugrik. Ha egy béka alatt begyújtasz és elkezded melegíteni a vizet, az szétforr. Nem érzi meg a változást. Ez volt a magyarsággal is, akkor már évszázadok óta rohadt, de nem volt elég gyors az a változás, hogy felfogják az emberek. Trianon az egy nagyon durva helyzet volt, egy nagyon durva pofon, és elindult a nemzetnek az immunrendszere. Tehát a semmiből, a káoszban fogant újjászült rend, az úgy nézett ki, hogy gazdakörök lettek, leányegyletek, legényezletek, kalott, hangya szövetkezett, stb. Tehát elindult egy önszerveződése az embereknek. Nem vártak a hatalomra, mert nem volt hatalom. Nem vártak senkire, hanem elkezdtek összefogni és közösen teremteni. 3 ilyen nagy mozgalom volt, érdemes mind a 3-ról megemlékezni. Talán a legfontosabb az a magyar közösség volt, ez volt a neve. Ez olyannyira fontos volt, hogy a háború után, miután ez a magyar közösség ez egy rendszer volt, egymás támogató, segítő, gazdák, gazdálkodók, iparosok, a segítségről szólt. És ez annyira zavarta a háború után, a II. Világháború után az új hatalmat, hogy az első koncepciós perben kivégezték a magyar mozgalom, ez a magyar közösségnek a vezetőit. Ez volt az első koncepciós per. Nem politikai per volt, hanem egy baráti társaság, egy szellemi társaság vezetőinek a kivégzése. A második ilyen nagyobb mozgalom az a Hangya Szövetkezet volt, nyilván hallottatok róla. Ennek az volt a lényege, hogy megszüntette az országban az élősködést. Tehát a tagság kapta vissza a hasznot, ami a kereskedelemből származott, és mindenki, aki szövetkezeti tag volt, az visszakapott az elköltött pénzét, amiből ne lehetne kilépni, változtatni rajta. És ez van a városi léte is, a város a vírus. Tehát a mai emberiségnek a vírusa a város. A városi lét, ahol egymás elől lopunk el mindent. Az élelmiszertől, az ivóvízen át a levegőig. És azért jó Manhattan, mert itt 30 ezer ember él négyzetkilométerenként. 30 ezer ember. De gondoljátok-e oda az, mondjuk egy szántóföldön 30 ezer embert? Tehát ez egy abszurdum. És ma egy ilyen kép van, hogy nem tudok másból megélni. Csak a városban tudok megélni, csak abból tudok megélni, hogy elektromos orszörtejtő gyárban, gyári munkás vagyok, érted? És van egy másik kép. Ez a másik kép, ez arról szól, hogy önellátásba élek.
mindent megteremtek magamnak és a családomnak, amire szükségem van. Nem az állam neveli a gyerekeimet, hanem én, az én gyerekeim. Azért születtek oda, mert engem választottak szülőnek. Bennem bíztak, nem a magyar államba, vagy nem a akármilyen államba, hanem bennem. Meg tudom teremteni magamnak az élelmiszeremet, ami nem manipulált, ami egészséges, amit én teremtek, azzal a szeretettel, azzal a lélekenergiával, amit majd visszakapok a Földtől. Mindent meg tudok magamnak teremteni, hiszen teremtő lény vagyok. És ezt a teremtést felejtetik el velük. Minden gyerek, nézzétek meg, minden gyerek építi a kis bunkerét, és ha ennek a gyereknek egy picit csak hagynánk, akkor felépíteni a saját házát. És nem svájci frank alapú hitelből kéne 50 évi nyomorúsággal visszaadni azt a szemetet, ami beél. Tehát egy új képet kell létrehívni, ahol újra teremtőkké válhatunk. És miért fontos, miért kert Magyarország? Nagyon fontos, hogy itt van az embernek a háza, amit ő teremt. Ezt az ember teremti. Itt van körülött a környezet, hogy ilyen Laci stílusba fessen meg a dolgokat, amit az Isten teremt. Amit az Isten teremt. És közte van egy kerített terület, ezt hívják kertnek, ahol a teremtő és én együtt teremthetünk. Értitek? Vezeti a teremtő a kezemet. Mutatja, hogy ne fordítva ültesd el azt a gyümölcsfát, mert nem fog kikelni, nem fog megmaradni. Így kell. Értitek? És ez a fontos, hogy a teremtést egy mintának kaptuk. Hogy én így teremtest, én így teremtek, folytasd fiam, múlt felül, még erre is lehetőségünk van, hogy felülmúljuk a teremtést. Gondoljátok el, ezek a régi szerves kultúrák, ezek olyan gazdálkodást folytattak, hogy a kezük nyomán dúsabb lett a teremtés. Értitek? A legközismertebb példa, hál' Istennek most már Andrásfalvinak, meg Andrásfalvi professzornak, meg Molnár Gézának, meg jó pár embernek a keze nyomán, a munkája nyomán feltárult egy olyan gazdálkodási mód, ami egyszerűen elképesztő. Tehát megy a folyó, és ennek a folyónak az a dolga, hogy megtermékenyítse a tájat. Ezért kiönt. Kiönt, amikor magas vizek vannak, és elönti az ártereket. És ezekbe az árterekbe kimennek a halak és leívnak, mert ott találnak táplálékot. Melegebb a víz, stb. És amikor visszamennének a folyóba, tehát amikor apad a folyó, akkor az ember egyszerűen odarak egy harrácsot. És kifogja a nagy halakat. A kis halak visszamennek a harrásnak a szemei közt. A nagy halak, miután kifogtam őket, nem tudják megenni a kis halakat. Ezáltal több lesz a hal a folyóban, mintha nem halásznék. Nem tudom, hogy értitek-e, mert ez egy óriási dolog. Tehát belenyúlhatok úgy a teremtésbe, hogy a teremtés több lesz általam. Nem rombolom, hanem az isteni törvények alapján újra gondolom, és dúsítom a teremtést. És régen minden így működött, hogy az ember munkája nyomán dúsult a teremtés. És azért kell újra gondolnunk ezeket a dolgokat. Van egy nagyon fontos középkori ábrázolás. Ez a Köpenyes Mária, úgy hívják. A Köpenyes Mária, ez egy olyan ábrázolás, itt van Mária, itt van a köpenye, ugye a köpenye az meg van nyitva, és itt vannak a megszeppent bűnösök. Tehát ezek emberek, akik oda menekülnek az édesanyjuk köpenye alá. Értitek? Mint egy jó családban, hogy az atya az már elindította az atyai frászt, ugye? De gyorsan az anya fogja, és akkor na, gyertek ide. Nem lesz itt semmi baj. Na most a mi hitrendszerünkben a boldogasszony, a nagy boldogasszony az áldott állapotban levő földanya. Még egyszer mondom, az áldott állapotban, nem a meggyötört,
agyonmérgezett, tönkretett föld, az áldott állapotban levő föld, ahol virágos kertek virulnak, ahol ember is Isten együtt teremt. És ezt azért mondom, mert az atyai frász már elindult. Ezt mindenki érzi. Ezt már azok is érzik, akik nagyon nem akarják érezni. Értitek? Az, amikor már nem csak arról van szó, hogy a mediterránumban égnek az erdők, hanem a tajga ég. Amikor az örök fagyra épített épületek, ugye Szibériában nem alapozták az épületeket, mert ott az örök fagy, az olyan, mint a beton, gondolták, süllyednek el. Ötelmes házak süllyednek el semmibe, mert az, ami eddig meg volt fagyva, az felengedett. Mert elindult az a folyamat, ami az atyai frásznak felel meg. Tehát nem lehet következmények nélkül teremteni. A világegyetemnek a legmélyebb összefüggése az a forrástörvény, hogy minden teremtmény visszatér a forrásához, a teremtőjéhez. Akármit csinálunk, a jó is és a rossz is. És ezek a hibás teremtések, amikor nem vettük figyelembe azt, hogy amikor Istennek két arca van, egy duális világban két arca van Istennek. Van a teremtő, a nap, és van a teremtés befogadó, a visszatükröző, az anyag, az anya. Amikor én a földet szennyezem, akkor a teremtő képét szennyezem. Ez annyira abszurd számomra, hogy leesik egy valami a földre, és azt mondják, hogy ne vedd föl, mert piszkos. Hát az anyád piszkos. Értitek? Régen leesett egy szelet kenyér, azt megcsókolták. Így működött a paraszti kultúra. Hogy lettek a legszentebb dolgainkból káromkodások? Hogy fordult ki így a világ? És ez a káoszban fogant újjászült rend, ez erről szól, hogy ha azt akarjuk, hogy megmeneküljön, akkor újra áldott állapotba kell hozni a Földet. Értitek? És így lehet elkerülni ezt a frászt, és nem hiszem, hogy máshogy el lehet kerülni. Nem lehet, ilyen nincs, hogy ez a hülye spirit duma, hogy nekem ez az utolsó reinkarnációm. És a szemetet én szedem össze helyettedbe, ez hogy működik? Értitek? Nem szabad ezekbe a dolgokba belemenni. A forrás törvény az működik, nincs mese. Amit csináltunk, azt rendbe kell rakni, addig nem mehetünk el. Ez nem így működik, hogy mindent tönkreteszek, összeszemetelek, és akkor majd valaki jön, azt rendbe rak helyettem. Tehát nekünk kell rendbe rakni ezt a földet, és minél előbb. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a gyermek az automatikusan átveszi a szüleinek a karmáját, vagy a szüleinek a sérüléseit, a feladatait, ugye? És hogyha azt mondja az a gyermek, hogy csak olyan ne legyek, mint anyám, akkor garantáltan olyan lesz, mint az anyja. Tehát itt sok mindent helyre kell rakni. Nem egy dolgot kell helyre rakni, hanem sok dolgot kell helyre rakni. És akkor nézzük meg, hogy hogy mentünk a Föld. Ez nagyon tanulságos. Nagyon sokat gondolkoztam ezen. Most olyat fogok mondani, ami sok embernek nem tetszik. De engem meg ez nem érdekel. Élőben és Facebookon. Nem tudok mit csinálni. Akkor is, sok embernek nem tetszik. Akkor is elmondom ezt, hogy nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ezek az úgynevezett magas civilizációk hogy jöttek létre. Tehát azok a kultúrák, vagy inkább civilizációknak, kultúrának nem nevezném, akik sivatagot hagytak maguk után. Ugye ma ezekre nézünk föl, hogy már az egyiptomiak is, már az ókori görögök is, stb. És senkinek nem tűnik föl, hogy ennek a nyomán, mindegyiknek a nyomában sivatag maradt. A semmi. És sokat gondolkoztam a zsidóknak a 40 éves vándorlásán. Hogy lehet egy sivatagban 40 évig vándorolni, ahol egy hét alatt át lehet menni szépen kényelmesen gyalog, ha van elég vized. Mit kell 40 évig kóborolni egy sivatagban? És amikor összeállt a fejembe a kép, akkor kezdtem megérteni, hogy hol jön be a vírus a világba. Na most ehhez azt kell tudni, hogy az évkörben 12 ilyen minőség van. Ugye legfölül, tehát a legdúsabb fényben, szeretetben, ingyen kegyelemben, stb. Ez a ráknak az időszaka, a nyári napforduló. Ahol a legkevesebb fény van, a legkevesebb szeretet és ingyen kegyelem, az a bak, a téli évforduló.
Tehát a bakba van a legnagyobb félelem. Tehát ezért van, hogy karácsony előtt veszik össze mindenki mindenkivel szeretet ünnepén, mert fogy a fény, és ezt érzi az ember. Tehát nem igaz, hogy ránk nem hatnak ezek a dolgok, dehogy nem hatnak. Ránk nem hatnak ugye a csillagok, meg nem hatnak a bolygók, hát meg kell kérdezni egy nőt, hogy akkor miért hold ciklusba megy a virágzása? Vagy amikor áldott állapotba kerül, akkor miért Vénusz ciklusba fog szülni? Vénusznak van 9 hónapos ciklusa, de ránk nem hat. Igen, és minden hat ránk, mert ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent. Minden hat ránk. A környezetünkből minden. A szemét, az 5G, a hülyeségek, minden hat az emberre. És amikor ezen gondolkoztam, annyit kell tudni, hogy minden nép a mundán asztrológia szerint egy ilyen jegyhez tartozik, a magyar ugye a nyilashoz, a zsidó a bakhoz. Tehát ezzel a néppel az égvilágon semmi baj nincs, egyedül annyi baj van, hogy a félelmei miatt könnyen vezérelhető. Tehát a félelem az egy hatalmas teremtőerő, majdnem olyan nagy teremtőerő, mint a szeretet. Erre nagyon vigyázzatok. Azért van, hogy azt harapja meg a kutya, aki fél tőle, mert a teremtés úgy működik, hogy van egy kép a fejedbe, és érzelmet nyomsz hozzá. Meg fog harapni a kutya, már meg is harapott. Na most tulajdonképpen ez a lényeg, hogy vesznek egy népet, aki eleve hajlamos a félelemre, és erre kezdik az Istentől. Erre kezdik a teremtőtől, és erre kezdik az életnek a képeitől. 40 évig mennek a sivatagba, ahol nem találkoznak Isten arcával, az élő arcával, növényekkel, állatokkal, stb. 40 évig csak akkor kap enni, hogyha a főnökének engedelmeskedik. 40 évig csak akkor kap inni, ha a főnökének engedelmeskedik. Ezzel létre tudtak hozni egy olyan népet, aki kívülről vezérelhető, elvesztette a belső vezérlését. Nem elvesztette, mert akkor már nem élnének, hanem átadta a belső vezérlését. Na most ez a nép aztán szétáramlik a világba, létrehozza azt, amit létrehoz, tulajdonképpen az ő munkájuk nyomán jönnek létre a városok. És létrehozza mondjuk Manhattant, létrehozza ezeket a civilizációkat, létrehoz sok mindent. Nem ez a nép vezérli önmagát. Tehát nem a zsidók vezérlik ezt a folyamatot, hanem azok, akik a zsidókat vezérlik. Ezeket úgy hívják, hogy leviták, és elvileg egy zsidó törzs. Gyakorlatilag nem zsidó törzs. Ott van a Tórába, hogy a levitákat nem kell körülmetélni. Olvassátok el, érdekes dolgok ezek. Tehát nem tartoznak, le van írva nagyon pontosan, hogy hogy kell őket védeni táborozásnál, hogy hogy kapják a tizedet, miből, stb. Tehát ez egy külső valami. És ezért ez soha nem fájt, hogy mondjuk zsidókból beáldoztak 1-2 milliót. Érted? Ez olyan, mint amikor te egy paraszt áldozattal elintézel valamit a sakkban. Ezt azért mondom, mert időről időre beáldozzák őket, most is be fogják őket nyilván a végjátékba áldozni, csak ez már jusson eszetekbe, ez egy nagyon fontos dolog. És jusson eszetekbe a karma törvény. Még egyet szerettem volna elmondani, pont emiatt a működés miatt, mit csinálsz te? Pont emiatt a működés miatt, a zsidók nem bírják ki a természetbe, félnek a természettől. Tehát ha 40 évig bolyong valaki a sivatagban, ez akkoriban több nemzedék volt, és pluszban még utána is csak városokban él, az csak városi létbe tudja elképzelni az életét. Fél a kinttől, fél a teremtéstől, fél a természettől, fél a teremtőtől. És megjelenik a bosszúálló Isten. És így jelenik meg a bosszúálló Isten. Érted? Nagyon érdekes Magyarország és Kárpát-medence szerepe. Gyakorlatilag a Kárpát-medence volt az egyetlen a világon, ahol zsidók éltek gettón kívül. Értitek? Tehát a zsidókat nem gettóba zárták, önmaguk, ugye a bak, a kőv, a védelem, a megkövesedés, tehát ezt ők maguk
idézték elő a saját védelmükre. De Magyarországon volt vidéki zsidóság. Ezt tiltották ki először a második világháborúban. Ez is egy érdekes dolog. A budapesti zsidók megmaradtak, nagy részük vidéki zsidókat gyakorlatilag egy szálig deportálták. Na most miért mondom el ezeket? Látszólag nincs köze a kert Magyarországhoz, de van. Egyrészt a Kárpát-medencének az alapműködési elve, hogy bekerül oda a vadbúza és tömkölybúza lesz belőle, bekerül oda a vadmarha és szürke marha lesz belőle, és bekerül oda a vadrác, az olá, a zsidó és ember lesz belőle. Egy nemesítési feladata van a Kárpát-medencének, maga a föld ilyen. Na most ezt ki lehet és ki kell használni. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni azt a programot, hogy a Kárpát-medence ne jusson arra abba az állapotba, mint a világ többi része. Tehát ha fölfele mentek a Dunán, akkor egy bizonyos idő múlva látjátok, hogy a Duna az ki van betonozva. Egy betonvályukba folyik a folyó. Ha lefele mentek, akkor látjátok, hogy bizonyos idő múlva eltűnnek a fák. Mert gyakorlatilag az erdő melléke mindenütt, a Dináritól a Pireneusokat, Pireneusi csokig, mindenütt kiirtották a fákat. Tehát ha azt akarjuk, hogy Magyarország ne kerüljön ebbe az állapotba, akkor meg kell állítani a kövesítést, a kővévállást. Ott van a népmeséinkben, hogy mi a feladata a magyarságnak. Gyönyörűen le van írva. Az egész, gyakorlatilag a népmese kincsünk, az az embernek, mint egyénnek, a magyarnak, mint lélekcsoportnak, és az emberiségnek a programja. Van egy olyan népmese típus, hogy elindul a három királyfi, és minden királyfi ugye elindul szerencsét próbálni. Királyfi, ugye az öreg király, az örök király, ez az Isten. A királyfi, az az Isten fiak. Elindulnak szerencsét próbálni. Elindul a nagyobb, és hiába van aranyszőrű paripája, meg ilyen fegyvere, meg olyan fegyvere, a lelkével valami nem stimmel, jön a feladat, és nem a holdra kell szállni, meg nem mit kell csinálni, hanem meg kell etetni az egészet. A legkisebbet, a legészrevéthetetlenebbet, a lélek segítségével jót kell tenni. És az idősebb testvér nem tudja ezt megtenni. Valami hibázik a lelkéből, és kővé válik. Kővé változtatja a boszorkány. A boszorkány az a mai világ, az a szűznek a sötét oldala. Jön a következő testvér, vele ugye ez történik. Jön a legkisebb testvér, akinek semmilyen nincs, ugye hangba sült pogácsával szokás a legkisebbet elzavarni. És jön a feladat, és megeteti az egeret. És ugye a boszorkány megsegíti, tehát a jó oldalát mutatja, megsegíti, meg tudja oldani a feladatot, és a feladat jutalmául, ugye, mi a jutalom a népmeségben, emlékeztek-e még rá? Ez nagyon fontos, mert ez is egy óriási tanulság. Mi? Fele királyság és a teljes királylány. Így van. Tehát lejöttél ide, ez nagyon fontos, lejöttél ide, ez egy duális világ. Tehát ez azt jelenti, hogy szét kell váljál két fele. Lesz belőled egy férfi, meg egy nő. Elindultok, indulj el egy úton, én is egy másikon. Elindultok, és mi a jutalom, amikor megoldottátok a dolgokat? Találkozhatsz, visszakapod a dualtársadat, a királylányt, és visszakapod a fele királyságot. Tehát visszakapod azt a teremtő erődet, amit elvesztettél azzal, hogy a földi létbe kerültél. És mit mond erre a egyesek szórakoznak? Ez is megy a Facebookra? Megvárom, amíg kiszemétkedi magát. Jó? Tehát mit mond erre a... Tehát ugye felajánlják a legkisebb fiúnak, a legkisebb királyfinak, hogy ott a jutalma, a királylány és a fele királyság. És mit mond a legkisebb fiú? Azt mondja, hogy köszönöm, de amíg a kővé vált testvéreimet ki nem szabadítom, addig nem mehetek haza.
Értitek? Tehát ez lenne a feladatunk. Hanem az, hogy szabadítsuk ki az embereket a kővé váltságból. A kővé vált az micsoda? Az azt jelenti, hogy nincs mozgásterem. Állok egy boltba egész nap, és ezt csinálom. Vagy értitek? Tehát a kővé válás az, hogy nincs teremtési lehetőséged. Még azt a rohadt polcot, amit megveszek a Barkács áruházba, amellé is mellé teszik a csavart, hogy nehogy véletlenül olyan önálló döntéseket hozzak, hogy milyen csavarral teszem föl. Na ez a kővé vált világ. És ebből kell segíteni, kiléptetni az embereket. És ezért mondom, hogy ne gyertek ezzel a hülyes spiridumával, vagy az utolsó reinkarnáció. És mit gondolsz, majd föltornászod magad a Jóisten, és kiúzod magad, hogy atyám, itt vagyok. Tudod, mi lesz? Jóisten egy szépen mögéd néz, hogy drága fiam, azt látom, hogy itt vagy, de a testvéreidet hol hagytad, akiért küldtelek? Érted? És ezért kéne végigcsinálni ezt a programot, mert csak bentről kifele lehet az egész. Tehát óriási hibákat követünk el, hogyha neveltetésünkre hagyatkozunk. Tehát ugye úgy neveltek minket, hogy ó, hát mentsd meg a jegesmedvéket, mentsük meg Magyarországot, mentsd meg mindent, mindenki előtted van, érted? Ez egy nagyon-nagyon hibás program. Ha így fog csinálni, különböző válik te is. Tehát nézzétek meg, ott van a Zuhanna repülő, ugye az első, hogy magadra tedd fel az oxigénmaszkot. Mert ha te nem éled túl, a környezetet se fogja túlélni. Tehát ez az első, hogy magadat rakd rendbe. Erre ma már, hál' Istennek, minden megvan. Testi síkon megvannak azok a tisztítókúrák, amivel mindenki rendet tudja magát rakni. Lelki síkon megvannak azok a tudásanyagok, pont tegnap népi gyógyászatról erről beszélgettünk, hogy amivel például a gyerekkori sérüléseinket rendbe tudjuk hozni, amiből van dögivel, doszti. És szellemi síkon pedig igenis itt vannak a közelünkben, a környékünkön, a közvetlen látókörünkben azok a valódi tudások, amik mentén elindulhatunk. Valódi tudás alatt azt értem, hogy amik működnek, amik egyszerűek, mint egy faék. Tehát tegnap beszéltem egy pár szót erről, hogy mi az, ami megkülönbözteti, miből lehet megismerni ezeket a valódi tudásokat, a hibás tudásoktól. Ugye a hibás tudás az mindig bonyolult. Mindig bonyolult. A valódi tudás az mindig egyszerű. A hibás tudás mindig felzaklat és félelmet gerjeszt benned. A valódi tudás az mindig megnyugtat. Ilyen egyszerű. Nem kell tovább. Ha ezeket betartod, hogy meghallasz egy információt, nézd meg a lelkedet, hogy most félelmet gerjeszt benned, vagy megnyugtat. A félelmet gerjeszt, engedd át magad, az nem a te tudásod. Ha megnyugvást ad neked, akkor azt fogadd el. És akkor miért mondtam el ezt a városi létet? Azért, mert a városi lét az arról szól, hogy szigeteld el az embereket a környezettől, a teremtett világtól, ne lássák az Isten képmását, és akkor olyan Istent adsz el neki, amilyet akarsz. Bosszú álló az Isten? Hát nézd már meg a teremtésben, hogy működik az Isten. És akkor tényleg el lehet adni a jó Istenről, ugye a magyar nép az sok ezer év tapasztalatában úgy hívja az Istent, hogy jó Isten. És akkor tényleg el lehet adni az embereknek, hogyha nem oltatod be a gyerekedet a vakcinákkal, akkor a Jóisten el fogja venni tőled. Érted? Akkor bármit, egy ennyire vak emberiségnek már bármit el lehet adni. És akkor még egy pár dolgot erről, hogy hogy fogjuk létrehozni, és miért fontos ez a Kertmajorország. Az ember az egy hármas osztatú lény, minden természeti népnél. Ez a hármas osztatú lény volt, ugye van egy test-lélek-szellemrendszer. Ugye a nyakvonal fölött van a szellemiség, az övvonal és a övvonal, ami a köldökön keresztül haladt, és a nyakvonal között van a lelkiség, és alatta van a testiség.
Hát ez nem egy csortáni gállaci festmény, de azért megértetek belőle, amit akarok mondani. Na most az, hogy hogy működik az ember, a legegyszerűbb modellje egy fa. Nem véletlen, hogy a népmesénkben ott van az ígérő fa. Az ígérő fa, amely összeköti az eget és a földet. Ez vagyunk. Ugye elmondja Vörös Sándor, hogy felettünk az ég, alattunk a föld, bennünk a létre. Ezen a létrán lehet tipegni. Ez a tipegés, ez pedig úgy néz ki, ugye ez a szellemiségünk, a fának a lombozata, a koronája, így is mondjuk, hogy a fa koronája, a gyökérzet, amivel kapaszkodik az a testiség, és a lélek pedig ez az áramlási rendszer, ami a kapcsolatot biztosítja a kettő között. És nézzétek meg, így van a Bibliában. Összekeverik a lelket a szellemmel, persze, hogy nem működik a rendszer. A szellem az az összes teremtési lehetőség, az az összes kép, amit meg tudsz alkotni a világban. Tehát gondold el, létrehoz egy képet. Utána azt a képet megteremted. Azt a folyamatot hívjuk teremtésnek, ami a fizikai síkba hívja azt a képet. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a paraszt, amikor reggel felkelt, és észrevette, hogy nincs gerebjéje, akkor nem csinált feasibility study-t, hogy létre tud-e hozni egy gerebjét, és nem tenderezte meg, érted? Hanem megfaragta. És nem volt olyan gyár, ami a bal kettes gerebjefogat gyártotta le, és nem volt olyan mérnöki tím, ami a nyelet tervezte meg, hanem az egész képet egybe megteremtette. Ez nagyon fontos. Az egész képet egybe. Na most ez hiányzik az életünkből. Mikor hoztunk valamit létre? Mikor hívtunk valamit be a teremtésbe? Mikor alkottunk valamit úgy, hogy van egy kép a fejemben, és hoppá, itt van, kész van. Ez hiányzik az életünkből. Teremtő lények vagyunk. Elfelejtették velünk a teremtést. Az egész oktatási rendszer erről szól. Az egész. Én évekig egyetemen tanítottam, higgyétek el, tanítottam gimnáziumban is, sőt, gimnáziumot alapítottunk, ugye az Attila Király gimnáziumot. És az ember bárhogy rakja össze, mindig az jut eszembe ezekről a dolgokról, hogy van az a hülye vicc, hogy fölmegy Grisa a haverokkal vodkázni a 10. emeletre a lakótelepe, és mondják a haverok, hogy Grisát nem ég a bőr a pofádról, hát te a Vörös Csillag varrógép gyárban dolgozol, és az asszony meg itt var kézzel. Hát ez hogy van? Miért nem lopsz ki legalább alkatrészenként egy varrógépet? Azt mondja, hagyjátok fiúk, már a 10. lopom ki, de akárhogy rakom össze, géppuska lesz belőle. Értitek? Ebbe a rendszerbe nem lehet jó dolgokat csinálni. Egyszer azért, mert ilyen a törvényrendszere. Van egy Aggócs József nevű öreg erdész professzor, és ő neki van egy nagyon fontos mondása, és ez fontos, hogy megértsétek, hogy a világnak nem az a baja, hogy valamit rosszul csinálunk, a világnak az a baja, hogy rosszat csinálunk. És ha a rosszat akarjuk jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Értitek? Tehát akármilyen reformokat fogunk csinálni az oktatásban, az oktatás egyre rosszabb lesz. Akármennyire szeretnénk megvédeni a környezetünket, a környezetünk egyre szarabb állapotba fog kerülni. Mert maga a rendszer rossz, és a rendszer hibáit csak kívülről lehet meglátni és megérteni. Na, tehát ez a teremtésnek a folyamata, illetve itt van még egy fontos dolog, az az, hogy vissza kell mennie egy jelzésnek, hogy és látá az Úr, hogy jó. Ugye? Tehát Isten 7 nap alatt eltöszörög, minden nap csinál valamit, és mivel fejeződik be minden nap, és látta az Úr, hogy jó. Tehát ez nagyon fontos, hogy a visszajelzésnek vissza kell mennie. Amikor először voltam Amerikában, vagy másodszor, mindegy, mikor voltam Kanadában? Hát az elsőnek voltál. Esmény jó, tehát amikor először voltam Amerikában, akkor az a asszony, aki szervezte a torontói magot, azt megkértem, hogy egyetlen feltételem, majd nagyon szívesen elmegyek, csak szeretnék egy indián vezetővel beszélni.
a legnagyobb vezetővel, persze, mert szerény vagyok, és hát vártam, hogy leülünk ott egy ilyen nagy tollas vezérrel, előveszik a békepipát. Erre odahozott az Anna egy töpörödött öregasszonyt, érted? És ami aztán tényleg kiverte rám a biztosítékot, hogy ugyanaz az ocsmány barna szvetter volt rajta, amit még az anyámon is utáltam, mert neki is ilyen volt. És akkor nézegettem egy darabig, hogy ebből mi lesz, ő is nézegetett engem, hogy ez most mit akar, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és egy nagyon mély beszélgetés lett az egészből, órákig beszélgettünk, és amikor vége lett a beszélgetésnek, akkor megkérdeztem, hogy szerinted mi a legnagyobb baj a világgal? És azt mondta, hogy hálátlanság. Értitek? Mikor adtunk hálát a szüleinknek az életünkért? Mikor adtunk hálát a Teremtőnek, hogy a világ legszebb helyére születhettünk? Mikor adtunk hálát a Teremtőnek, hogy egy ilyen feladattal, egy ilyen vállalással jöttünk le, hogy ilyen az ősvallásunk, amit úgy hívnak, hogy magyar? És a hála, most gondolja arra, hogy te minek örülnél jobban, hogyha a gyereked naponta nyaggat, hogy apa, adj még 100 dollárt, meg még 100-at, meg még 100-at, vagy hogyha a gyereked azt mondja, hogy apa, köszönöm szépen neked ezt a 5 dollárost, szuper, mit tudom, érted? Ándan követelőzünk, de hálát mikor adunk? Na most ez nagyon fontos, hogy menjen vissza a visszajelzés. Na most ebből a visszajelzésből lehet tudni, hogy mi az, amit teremthetek, érted? Tehát ezt is megteremtem, ez is látta az Úr, hogy jó. És nekiállok, megteremtek egy olyan képet, ami fájdalmat okoz nekem és nyomort. Érted? Mert rosszat, hibásat teremtek a világba, akkor itt egy olyan dolog fog történni, hogy megy a visszajelzés, hogy ezt ne teremts többet. Ha mégis nekiállsz megteremteni, akkor a lelken egy görcs fog keletkezni. Tehát a lemenő jel, meg a feljövő jel, ugye a vezérlést szabályosan letiltja a lélek. Miért? Azért, mert teremtő, kis tébetűs teremtő vagy. Ezt kell megtanulni az életbe, a teremtést. És ebben segít a teremtő azzal, hogy létrehoz egy olyan jelzésrendszert, amire muszáj odafigyelned, mert fáj. Ez a betegség. Ez a lényeg a betegségnek, hogy valahányszor megerőszakod a lelkedet, létrehozol magadba egy görcsöt. Itt már az életenergia nem tud folyni. És minél több ilyen görcs van rajtad, ugyanúgy, mint egy fán, annál kevesebb az életerőd. Na most a jó hír az, hogy ezeket a görcsöket bármikor ki lehet kapcsolni. Erről szól a valódi gyógyítás. Hogy ki lehet kapcsolni a gyerekkori sérüléseidet, ki lehet kapcsolni mindent, ami hibás benned. Tehát nézd meg, úgy van megcsinálva ez a bőrkabát, hogyha valahol sérül, és te korrigálod a sérülést, akkor erősebb lesz, mint előtte. Ugye a népmesékben jön, földarabolják a hőst, ugye látszólag meghal, jön a kicsi kígyó a forrasztófűvel, összedrótozza, és százszor szebben, ezerszer fényesebb. Ha eltörik a csontod, azt a szervezet úgy fogja föl, hogy nem csináltam elég erősre. Tehát mit csinál? Erősebbre fogja összeforrasztani, és ez minden szervünkkel így van. Ezért nincsenek lefutott meccsek a világban. Tehát ezek gyönyörűen működnek ezek a dolgok, használni kell ezt a rendszert. Na most ez, amikor egy görcs keletkezik, ezt a magyar ember úgy mondja, hogy nem visz rá a lélek, ugye? Tehát szól a lelked, hogy ezt ne csináld, figyelmeztet előre. Csak mi a baj velünk? Körülbelül az, mint a hülye sofőrrel, akinek kigyullad az olajnyomás jelző lámpa, hogy állj le, ödön, hát besül a motor. Te meg leragasztod egy leokoplaszta, hogy ne zavarjon a lámpa. Érted? Mint a mai gyógyítás. Hát pontosan ezt csinálja a mai gyógyítás. Hát kicsavarjuk az égőt, levágom a lábát, azt akkor nem fáj a lába. Érted? De nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy ne csinálj olyat, amire nem visel a lélek. Figyelj oda a lélek jelzéseire. És ma ez a gond, hogy itt van egy rendszer. Az emberben van egy energiacsokorrendszer, vagy csakrarendszer. Itt van a koronacsakrád, és ezen kívül itt a gyökércsakra, ez a kipufogó, és ezen kívül még van 5 csakra. És ebből mi a középső? Mi a középső ebben a rendszerben? A szívcsakra. Tehát ennek a rendszernek a középpontja
azaz központja a szív. Ha ez a központ, aminek mindent vezérelnie kéne, akkor miért Brüsszel vezet? Érted? Ez a baj a világban, hogy nem a központ vezet sehol se. Se Amerikába, se Európába, se benned, se bennem. És abban a pillanatban, hogyha átadod a vezérlést a valódi vezérlőnek, aminek megvan minden tudása, figyeljetek, ez semmi egyéb, ez egy elég nagy teljesítmény bioszámítógép, de már ilyet csinál az ember drótból. Ez semmi egyébből nem tud gazdálkodni, csak a bemenő jelekből, mint minden számítógép, érted? A szíved nem. A szívedet nem köti például a téridő, hát erre kísérletek vannak. Ezért érzel meg előre dolgokat például. Érted? A szíved az ugye jól csak a szívével lát az ember. Kis herceg. Tényleg így van. Tényleg így van, ezért ennek a világnak majd úgy kell működnie, hogy visszaadod a vezérlést a középpontnak, a központnak. És újra működni fog minden. Tényege, hogy újra használjuk ezt a rendszert, újra elkezdjük azokat a képeket használni, amiket a teremtő rakott elénk. Hogy működik egy virág, érted? Most gondoljátok el ezt a hülye helyzetet, hogy építünk egy Mercedes gyárat Magyarországon, hogy felvirágoztassuk Magyarországot. Hallgasd a nyelvedet. Felvirágoztatjuk Magyarországot egy gépgyárral. Mivel lehet felvirágoztatni Magyarországot? Virágokkal. És miért nincs még mindenütt virág? És miért nincs az utak mellett fa és mindenhol fa? Az egyetlen, ami meg tud óvni minket ettől a sivatagosodástól, az az erdő és az erdő által visszafogott víz. Ami mindent újra tud oltani, talajokat csinál, stb., az az erdő, az eredünk, innen eredünk. Az eurázsiai térségnek és a Kárpát-medencének a természetes növénytakarója az az erdő. Az utolsó eljegesedés után egyszerűen az ember nem vette észre, hogy már nem a sztyeppe korszak van, az erdő korszak van, és tovább legeltetett. És ezzel a legeltetéssel csináltuk a sivatagot. Tehát ezt vissza kell állítani ezeket a dolgokat, és mindenütt megszüntetni a sivatagokat. Ugye volt egy ilyen dal a gyerekkoromban, hogy arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk. Életünkön át. Napsugárba kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj. Tehát én azt szeretném javasolni mindenkinek, hogy, és hál' Istennek sokan már ösztönből csinálják, hogy ki kell menni a nagyvárosokból, el kell hagyni a vírust. Nem lehet nagyvárosba élni, nem emberhez méltó lét. Most itt nézzétek meg, egy szakadék alján mászkáltak. Se nap nincsen, se virág nincsen, se fa nincsen. Tehát menjetek ki a városból. A saját félelmeitek tartanak pórázon itt a városban. A félelmeknek a legegyszerűbb kikapcsolása, hogy kikapcsolod a villanypásztort. Tehát nem nézel tévét, nem hallgatsz médiát, nem hagyod, hogy ez a sok szenny és félelem beépüljön az életedbe. Vagy legalább megpróbálod a gyerekedet kimenteni ebből. Tehát ki kell menni a városból, venni egy kis földet, ahol elkezdheted az önellátást. Nem kell így ilyen digitálisan, hogy most kimegyek és akkor jurtába kiköltözök. Nem így kell, hanem menjek ki vidékre, és először még pumpáljam át az energiát az élettelen rendszerből az élő rendszerbe, érted? Amíg megteheted. Amíg még pénzt adnak azért, nyomkodsz egy ilyen különböző sorozatokat nyomkodsz a billentyűzeten, akkor ezt használd ki. És akkor egyre kevesebbet maradj a gépi világba, és egyre többet legyél a teremtett világban. És kezd el a teremtést, próbálgass, vegyél egy pár csirkét. Ezt képzeld el, hogy szaporodnak, nem tudom, hallottatok erről. Nem kell hozzá pótalkatrész, érted? Tehát zseniális szucok ezek, zseniális szucok. Sőt, ha elengeded őket, még a ennivalójukat is megtalálják, gondold. A rókát is megtalálják. Micsoda? A rókát.
Róka, figyelj, neki is része van a teremtésre. Része van a teremtésben. Igen, van az. Egyébként ez számomra nagyon tanulságos volt, én egy tanyán élek, azt úgy gondolom, legtöbben tudjátok rólam, ez a ház a mi házunk, se villanyunk, se gázunk. És az a lényeg, hogy akkor kiköltöztem, akkor vettem, már nem is tudom, ilyen 100 fölött ilyen kát kis csirkét, tehát ilyen kis állat tenyésztővel megmentették ezeket a régi génállományokat. És hazahoztam a dobozba azt a 100 csirkét, kiengedtem őket, első éjszaka elpusztult 30. Na jó, akkor bezárogattam őket, mert maguktól nem mentek be a meleg helyre. Második éjszaka elpusztult 20, és ez így ment, akkor még elvitt a róka, vagy 30-at, stb. És így csökkent, akkor megmaradt, mit tudom, 20 darab, abból elkezdett tojni, vagy 5, abból elkezdett kotlani 1. De onnan újraépült az egész. Mindig van remény, érted? Egynek még sértetlen volt a genetikája, és képes volt arra, hogy újra csinálja ezt az ősiséget. Figyeljetek, az a jó a szerves kultúrában és a teremtett világban, hogy ez hologram. A hologramnak az a lényege, hogyha összetöröd, akkor minden egyes kis részébe ott lesz az eredetibe szereplő információ, csak picit zajosabban. Tehát bármikor újraépíthető ez a világ azokból a kis információkból, amik maradtak. És gondoljátok el, hogy itt ebbe a Metropolitan Múzeumban van egy, tehát itt tényleg mindent összeloptak a Föld minden részéről, többek közt egy ilyen polinéziai templomnak a festett követás mennyezeteit. Egy az egyben olyan a rendszere, mint a mi festett követás mennyezeteinknek, és ugye így működik, hogy a mennyeket hozza le a Földre. És ugye azok a motivumok vannak rajta, érted? És azt látom, hogy akárhova megyek, teljesen mindegy, hogy mely kultúrába megyek, a szerves kultúrának ugye azok a motivumai, ezt néztük pont a Mikával, meg a Lacival, a hárman volt, hogy ugyanazok vannak mindenütt. Ez a Bábel előtti állapot az emberiségnek, amikor még egy nyelvet beszélt. Egy volt a képi nyelve, ugyanazok voltak az edénye, csöcsös miska kancsókat csináltak, mint ahogy az Alföldön még mit tudom, 50 évvel ezelőtt, vagy még pár éve. Hát még az Alföldön azért volt 50 évvel ezelőtt olyan régi fazekasság, most újraépült, hál' Istennek, újra van. Na és azért mondom, hogy mindenütt megvannak ezek a tudások, a gyógyító tudások, a gazdálkodási tudások, hát kerül elő a semmiből, hát olyan módszerek, hogy ne kelljen reggeltől estig kapálni, kényelmesen teremtsi, ott van a mély múlcs. Semmit nem kell csinálni, csak egyszer elvetted a magot, aztán a végén születesz. Ott vannak olyan ehető erdő rendszereket csinálnak Brazíliában, hogy kényelmesen megélnek belőle, minimális munkával. Értitek? Tehát még csak nyomorogni se kell, csak a teremtőnek a teremtését kell másolni, nem kell kitalálni új dolgokat. Azt kell megtalálni, és azt kell használni. És ezek annyira egyszerű, annyira szép, és annyi örömet hozó. Gondold, de amikor nem tök fölösleges Excel táblákat töltögetsz az életedbe, hanem válvetve teremtesz a teremtővel. Mutatja példát, hogy na gyerekem, én így csinálom, te hogy fogod? És akkor korrigál, ugye, hogy ülj le, fiam, kettes. Most akkor nem lesz epred, mert ez így nem jó. Érted? Tehát ezek annyira szép dolgok, amikor elkezdesz egy párbeszédet. Mindig erre vágyott az emberiség, hogy végre beszélgesse az Úrral. Érted? Hát beszélgess vele. Beszélgess, de ne süketek párbeszéddel legyen, hogy várod, hogy mikor gyullad ki a csipkebokor. Tudod mikor? Soha. Nem így beszél a Teremtő. De mindenben ott van a Teremtő arca. Szóval így... Ezt szerettem volna elmondani, hogy álmodjuk újra a világot, álmodjuk tele kertekkel Magyarországot. Álmodjunk egy olyan kis szigetet, ahol harmóniában él ember és Isten, és együtt terem. És álmodjuk újra azt, hogy innen majd kiindul a fény, és terjedni fog. És nem ezeket a hangokat fogjuk hallani majd,
és nem ezek az érzések, nem ezek az energiák lesznek a gyerekeink életébe, mint amilyen a miénkben volt. Tehát nekem ez az álmom, ez a káoszban fogant újjászült rend. És ezt meg tudjuk csinálni, higgyétek el, a végjátékban mindig a legjobbakat küldik le. Vegyétek komolyan, amit mondtam. Köszönöm szépen a figyelmet. Fenni az Isten fel.